Ez az alkotás nyerte a Shoot for Earth, Forgassa Földért elnevezésű 24 órás filmkészítő versenyt. A szervezők a film tudatformáló eszközeivel hívták fel a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére a mindennapi életvitel során. Lawrence David Földes, a zsűri elnöke elmondta, a filmkészítő maraton egyfajta versenyfutás az idővel, hiszen a résztvevőknek csak 24 órájuk volt kigondolni, leforgatni, megvágni és elkészíteni a filmjüket. Mindenkinek egy fontos dolog, és amit ezek tudnak csinálni rövid filmekbe, bemutatni embereknek, abból tanulni tudnak. A másik az, hogy egy perces film alatt ez nem egy egyszerű dolog csinálni egy percest. Szóval aki tud egy jót egy percest csinálni, akkor az már tud csinálni nagyobbat. Szóval többet tanul ebből csinálni így egy perces filmet. Először azt ad, hogy gyorsan meg kell csinálni. Kindl Gábor, a verseny alapítója úgy nyilatkozott. Meglepetésként hatott rá, hogy a gödöllői középiskolás diákok nyerték a versenyt, de örömmel tölti el, hogy a fiatalokat is foglalkoztatja a téma. Egy kategória van, nincs nevezési díj, tök mindegy, hol élsz a világon, teljesen mindegy, hogy milyen technikai eszközzel, amivel lehet filmet készíteni, mivel dolgozó. Egy perces filmet kell csinálni, amiben elmondod a saját gondolataidat, meg mind szeretnél változtatni, és hív fel a figyelmet arra, másoknak a figyelmét arra, hogy ők is legyenek partnerek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga az idei filmustrán, száznál is több pályaműből kellett kiválasztani a legjobbakat.